Az Óbudai Egyetem Alba Régiakarának nyílt napján nagy volt az érdeklődés a középiskolások és szülei körében egyaránt. A program egy bemutatkozó előadással indult, ahol az érdeklődők megismerhették a karon induló képzéseket. Dr. Zébauer Márta, oktatási dékán helyettes a nyílt nap kapcsán elmondta, hogy a középiskolás diákok érdeklődése folyamatosan növekszik. A második nyílt napunkat tartjuk az Alba Régia Műszaki Karon. Teljes körű információt fogunk adni az érdeklődőknek, mind a két intézetről, tehát a Geoinformatika Intézetről és a Mérnöki Intézetenben megindított szakokról is. Központban van a duális képzés természetesen, illetve hallgatóink fogják bemutatni az egyes szakokat, elmondják, hogy miért érdemes tanulni ezeken a szakokon, és hogyan érzik itt magukat Székesfehérváron. A mai napon körülbelül olyan 250 középiskolásra számítunk. December 17-én tartottuk az első nyílt napunkat, azt a Budai úti kampuszon, ahol szintén megtelt a nagy terem, tehát azt jelenti, hogy körülbelül 150-en voltak. Nőtt az érdeklődés a duális szakok iránt, ezen kívül a fehérváriaknak az érdeklődése növekszik, hiszen a fehérvári felsőoktatás fejlesztéséért igen sokat teszünk a megyei jogú város vezetésével együtt. Az egyetem székesfehérvári kampuszán a nyílt napon nem csak a tanárok tartottak előadásokat, hanem a már ott tanuló diákok is beszámoltak az egyetemi élményeikről, ezzel is bátorítva a középiskolásokat az intézménybe való jelentkezésre. Nyílt nap során arra gondoltunk, hogy a diákok mutatják be a képzést, és a mi képzésünkhoz nagyon sok műszerismeret, informatikai, térinformatikai tudás kapcsolódik, és ezt szeretnénk felvillantani a diákoknak, és bemutatni a mi szakmánkat, ugye a földmérő szakmát, ami olyan szempontból érdekes, hogy mérnöki szakma is, de nagyon sok terepi munka kapcsolódik hozzá, az építkezésektől épület felmérésekig, vasút, hídépítés, nagyon sok olyan terület van, ahol a hallgatóink el tudnak helyezkedni. A nyílt napon az elmélet és gyakorlati képzéssel kapcsolatos tájékoztatókon felül a diák életről is informálódhattak a leendő hallgatók. Én eddig nagyon jó tapasztalatokkal rendelkezem így a oktatás terén, mert tényleg az órákon mindent megértünk, mindent nagyon jól elmagyaráznak. Igazából nem is annyira száraz az anyag, lesz majd gyakorlati oktatás is második fél évtől, úgyhogy hogy eddig csak jó tapasztalatokkal tudok szolgálni. A további nyílt napokkal és a felvételi menetével kapcsolatban bővebb információkat a tanintézmények honlapjain és a felvi.hu oldalon találhatnak a diákok. A minőséget és a kiválóságot lehet mérni például a hallgatóink oldaláról. Ezt talán elnök úr jobban el tudja mondani, de engedjék meg, hogy egyetlen egy mutatót kiemeljek. Megnéztük a felvi adatbázisban a tavalyi teljes magyarországi felvételi adatokat. Megnéztük, hogy akik felvételt nyertek bármilyen egyetemre, nem csak közgazdasági vagy gazdaságtudományi vagy társadalomtudományi, bármely tudományzat, bármely egyetemére, ott a felső 10% pontszám tekintetében, felvételi pontszám tekintetében az egyetemek és tudományzatok között hogy osztik meg, és 4100 valahány hallgatót találtunk, és ebből csak nem 1000 a Budapesti Korvinusz Egyetemre nyert felvételt. Azt gondolom, hogy ez a hallgatói kiválóság, kiváló hallgatókkal dolgozhatunk együtt, ami nekünk oktatóknak is egy megtiszteltetés. Többek között ezért is voltak az előző éveknél is többen az érdeklődők a Korvinusz Egyetem Székesfehérvári kampuszának nyílt napján. A tanintézmény nem csak a magas színvonalú oktatásáról ismert, hanem a kiváló egyetemi és közösségi életéről is. Az esemény egy bemutatkozó előadással indult, amit több interaktív program is követett. Mai napon 4. alkalommal tartjuk nyílt napunkat, amelynek célja az, hogy egy benyomást szerezzenek a hallgatók, hogyha minket választanak és a székesfehérvári képzési egy szakaira jönnek, akkor milyen is az egyetemi élet, miket lehet tudni a szakokról, és ami nagyon fontos, hogy találkozhatnak duális partnereinkkel. Így lesznek a programban villámelőadások, amikor az a cél, hogy egy picit az egyetemi létnek és a szakok irányába mutassunk számukra, de természetesen digitális kvízzel is készültünk, hogy egy kis játékos elem is legyen.
igen, ebben a mai nagyon informatív napban. Aztán megpihenéskor meg lehet nézni a kampuszt, hiszen láthatják oktatási tereinket, illetve kollégiumi túra által megnézhetik azt, hogy akik távolról érkeznek, azok milyen kollégiumi elhelyezéssel számolhatnak itt a Corvinus Egyetem székesfehérvári képzési helyén. Illetve van egy nagyon izgalmas programunk, esettanulmány tréningen keresztül, arra a kérdésre is választ kaphatnak, hogy hol is tanuljak tovább, hiszen ugye össze kell hozni a készségeket, a jövőt és a lehetőségeket a felsőoktatás kínált a szakok által. Most a regisztráció alapján van egyelőre benyomásunk, a regisztráció közel 200 hallgatónak az ideérkezését prognosztizálta előre. Hogyha ránézünk, akkor bizony most arra a kampusz iránt az ország minden pontjáról érkeznek érdeklődők, az alapszakokat és a mesterszakot, illetően ugye más a lehetőség. Hogyha ránézünk, akkor 50%-ban Fejér megyéből kaptunk regisztrációt, 16% ami Budapestről érkezett, és 6% az, ami Pest megye, de egyébként mondom az ország különböző pontjából érkeztek a regisztráció alapján, és közel 200 embert várunk ma ide a kampuszra. Visszatérve a kérésére, a tavalyi évben is egy hatalmas érdeklődés övezte a nyílt napunkat, úgyhogy arra is készülünk, hogy akár párhuzamosan kell bemutatkoznunk, hogy betekintést nyerhessenek a meghirdetett alapszakokba. Ugye ez nem más, mint a gazdálkodás és menedzsment, pénzügyi és számvitel, a gazdinfo, ami levelező formában, illetve a tavalyi évben már nagy sikerű turizmus vendéglátás, illetve akik már a karrierben előrébb tartanak, tehát valamilyen alapszakot elvégeztek. Számukra mutatkozunk be két mesterszakkal is, regionális és környezeti gazdaságtan, ez egy levelező mesterszakunk, illetve az országban ebben a formában egyedülállóan csak Fehérváron elérhető sportközgazdász mesterszakkal, ami nappal is duális formában csak itt van. Itt vannak duális partnerek, és itt vannak a hallgatók, így egy benyomás alakulhat arról, hogy jó választás a Corvinus Egyetem székesfehérvári kampuszának a választása. Nagyon fontos, hogy az idei évben már az itt idejáró hallgatóknak az ötlete alapján, és ez is bemutatja, hogy itt egy ilyen nagyon mentori, családias és a jövőt alkotó hangulat van. És az idejáró hallgatók mondták, hogy mennyire jó lenne, ha bemutathatna a stúdium generále, és valóban így az elnöke Nagy Martin is fog az itt levőkhöz szólni, ami egy picit megmutatja, hogy milyen is az érettségire készülés, és milyen lehetőségek vannak, amit az SG nyújt a középiskolások számára. Nem szép vitám, elég magasra tettétek fel a lécet, hiszen elég nehéz bekerülni a Corvinusra. Viszont én úgy gondolom, hogy a legnagyobb hiba, amit az ember valaha elkövethet, hogy az elvárásait és a kitűzött célokat aláveszi. Viszont úgy gondolom, hogy mindenünkben megvan az a fajta motiváltság, az a fajta kitartás és erő, ami ahhoz szükséges, hogy ezeket a hatalmas kitűzött célokat elérjük. És csak rajtatok múlik az, hogy ti bekerüljetek a Corvinusra, senki más nem választottatok, mert csak rajtatok dől el, minden tényező adott a számotokra, és kicsit, hogy haza is beszéljek, kijavítanám rektor helyettes urat, és említette, hogy a Corvinus diploma értéke, a székesfehérvári diploma értéke az ugyanaz, mint a pesti diplomái. Én ezt kicsit javítanám, én úgy gondolom, hogy a fehérvári diploma értéke talán még jobb is, mint a budapestié. Ugyanis sokkal személyesebb környezetben részt kaphatjátok ugyanazt az oktatást, és nagyon hamar tudjuk elérni, hogy ez hatalmas előnyt jelent a magyar felsőoktatásban, mert ez nagyon, nagyon kevés példa van erre Magyarországon, hogy ilyen körülmények között tudtok tanulni. A duális képzésről már nem is beszélve, ami hatalmas vagy előtt biztosít majd nektek később a munkaerőpiacon, illetve a mai felsőoktatásban a különkereset elég nagy előnyt, illetve elfüggetlenedésben is hatalmas előnyt tud számotokra biztosítani. Úgyhogy biztatnálok benneteket, hogy bátran nézzetek szembe ezekkel a kihívásokkal, ne vegyetek vissza az elvárásaitokból, a céljaitokból, és sok sikert kívánok nektek a felvételihez, az érettségihez, és remélem, hogy jövőre, amikor majd szervezünk a programot, hogy egymást is megismerjétek, minél több ismerős arcot fogok közületek látni. Ilyen, és ehhez hasonló biztató szavakkal üdvözölték a felvételizni készülő diákokat a nyílt napon. A középiskolások érdeklődéssel figyelték az előadásokat, és néhányuknak már most kialakult elképzelése van arról is, hogy hova adják majd be a felvételi jelentkezésüket. Abszolút mértékben én egy versenyképes egyetemnek tartom a Corvinust. Talán a legversenyképesebbnek a magyar piacon és a magyar egyetemek közül, és ezért szeretnék többek között idejönni a székesfehérvári kampuszra, mert itt sokkal családiasabban, sokkal jobban megkaphatjuk azt, sokkal egyszerűbben
ha lehet így fogalmazni, azt a képzést, amit Budapesten is nagyobb tömegben megkapnánk, és mégiscsak családiasabban, és jobban egymásra tudunk koncentrálni. A diák élet nagyon tetszik, és nagyon tetszik, hogy ennyire zárt a közösség, és ennyire segítenek egymásra, mint ahogy a korábbi években már láttam ezt. A Nyílt Napok programja szerintem nagyon jó. Itt komolyabb betekintést láthatunk abban, hogy milyen képzések vannak, milyen képzésre érdemes eljönni abban a tekintetben, hogy minket mi érdekel. Abszolút mértékben jó ötletnek tartom őket, hiszen itt kaphatunk ténylegesen tényleg betekintést abban, hogy mi folyik egy egyetemen, valamint a tudástőzsde programok is, amit a Corvinus eddig szervezett, és ez összes ilyen egyetemi betekintő nap, amikor eljöhetünk, mert igenis tudhatjuk, hogy miért kell küzdeni, és miért kell tovább mennünk egy gimnázium után, és mi kellhet majd később a munkaerőpiacon nekünk, hogy érvényesüljünk. Tudjunk és a saját lábunkra tudjunk állni. Mi a Studium Generale nevű diákszervezet vagyunk, 1970-ben alakultunk. Csak kis korinuszos diákok alakítják ezt a diákszervezetet. Mi három tárgyat oktatunk, mi egy érettségi előkészítő diákszervezet vagyunk. Ez a három tárgy nem más, mint matematika, történelem és közgazdaságtan. Mi vagyunk az ország legnagyobb érettségi előkészítője, és mi különlegesség bennünk, hogy mi ezt teljesen ingyenesen csináljuk. Mi vagyunk az egyetlen ingyenesen előkészítő tanfolyam. Egy évben nagyjából 1000-1200 diákot oktatunk. Ez az oktatás minden szombaton a Budapesti Kormányzati Egyetem épületében történik, illetve 3 évvel 2 hetente oktatunk már a Székesfehérvári kampuszon is itt Fehérváron. Emellett számos ingyenes lehetőségünk van még, mint például az országos nyílt próbaérettségi nap. Ezt minden évben megrendezzük, ez az év egyik legnagyobb eseménye diákszervezetünk számára. Idén hat helyszínen, Budapesten kívül Győröt, Székesfehérvárat, Kecskeméten, Pécset, illetve Debrecenben lehet majd megírni ezt a nyílt próbaérettségét, szintén 3 tárgyból, amelyik 3 tárgyat mi oktatjuk, tehát matematika, történelem, illetve közgazdaságtanból. Itt választhatnak a jelentkezők, hogy emelt vagy középszinten szeretnének próbaérettségit írni. Ezt a próbaérettségit mi állítjuk össze minden évben, és az EduLine egyébként mindig lehozza, tehát mi vagyunk tulajdonképpen az érettségi előtt az egyetlen olyan országos próbaérettségi gyártók, akit még az EduLine is elismer. Corvinus Egyetemhez tartozik továbbá az 1970-ben alapult Studium Generale nevű diákszervezet, akik az ország legnagyobb, ingyenesen működő érettségi előkészítő szervezete. Én személy szerint úgy látom, hogy egyre többen jönnek, de ez köszönhető szerintem annak is, hogy most már Facebookon is egyre többen látják az eseményt, többen megosztják, illetve nagyon sokan most már úgy látják, hogy nem érdemes felmenni Pestre a Corvinusra tanulni, amikor itt is van egy ilyen nívós képzés. Én jelenleg gazdálkodási és menedzsment szakra járok, remélhetőleg ezt majd folytatni is fogom majd a mesterképzés keretében, és nagyon remélem, hogy lehozzák majd azt a szakot, ami majd nekem tetszik. De jelenleg úgy gondolom, hogy továbbra is a diákszervezetet is szeretném majd folytatni, illetve én is duális hallgató vagyok, úgyhogy szeretném a partneremnél is még a munkaéveimet még eltölteni. Az idei felsőoktatási felvételi határideje február 15-e. A jelentkezéssel kapcsolatos további információkat az egyetemek honlapján és a felvi.hu oldalon találhatnak a diákok és szülők egyaránt.